Hát, mint ha újjá születtem volna. Köszönöm, Felcser uram! Úgy tűnik, jól bevált középkori terápiát alkalmazott a felcser, a doktora járókelőket gyógyította éppen a Városház téren vasárnap délelőtt. A Szabad Színház tagjai valódi időutazásra invitáltak bennünket, és aki lemaradt volna róla, még további két napon keresztül piaci perpatvarral és középkori játékokkal találkozhat a helyszínen, és természetesen az orvos sem megy sehová. Doktor Ragály vagyok, vagy dottore, ha úgy tetszik, olasz származású vagyok egyébként. Az őseim Itáliából jöttek, hát itt ragadtunk Pannonföldön. Aztán ezek ilyen olasz mesterektől tanultam mindenféle gyógymódokat. Azokat próbálom itt népszerűsíteni. A sokadalomra már a délelőtti órákban rengetegen ellátogattak, nem véletlenül. Haláliak ezek itt a színjátszósok, akik mindig egy kis középkori hangulatot varázsolnak nekünk itt a belvárosban. Épp most néztük meg ezeket a zászlódobálókat, nagyon jó volt. Oroszországban nagy divat, úgyhogy örülök, hogy nálunk is már itt megérkezett. Aztán itt voltak a lovagok, nem felejtem el, amikor az iskolánk, a Tóparti Gimnázium például sakjátszmát játszott, ugye, hogyha emlékeznek rá. Úgyhogy nagyon sok program van itt. Amikből természetesen a kicsik is válogathatnak bőven, a fehérvári családok ezért tartják fontosnak, hogy a gyermekeiknek megmutassák a forgatagot. Egy kicsit belekóstolhassanak a régi idők világába, és hogy megtapasztalják, amennyire megtudják, hogy ez hogyan zajlott régebben. Jól látjuk, hogy sokan mikor részögek, medve természetűek, desnyó természetűek, némelyek kediglen. Az iszákosok számára mindig nyitva a kocsma ajtó, az asszonyok pedig mindeközben otthon szorgoskodnak, hogy mire az uraik hazaérnek, minden ragyogjon. Egy olyan középkori piactéri eseménysort mutatunk be, ami valóban így történhetett. Itt van egy fogadónk a négy döglött patkányhoz, van felcserünk, aki esetleg tudja gyógyítani akár a másnaposokat is, van kocsmapódiumunk, tehát a csepűrágók is és a léhűtők is, ha feltámadtak az ivóban, akkor ezeket a különböző korabeli, például Szent István intelmeit, vagy akár egy rigmust elő tudnak adni. Aztán a jobb oldalán a középkori utcának lehet látni különböző asszonyokat, akik mosnak, szőnek, fonnak. A középkori sokadalom augusztus 20-áig várja a Városház téren a vendégeket. Lesz még rengeteg játék, interaktív előadás, tréfás verseny, pannonmesék, és persze királyaink sem hagynak magunkra bennünket, velük is találkozhatunk még a belváros terein, de itt lesznek velünk a hagyományőrzők is.